Köszöntöm Önöket! Közel 30 éve tulajdonosa a Demokrata című hetilapnak, valamint annak főszerkesztője is, de a nevéhez kötődik a békemenet szervezése is. Ma Bencsik Andrással beszélgetek őszintén. Itt vagyunk a Demokrata szerkesztőségében, pontosabban az ön irodájában. Gyakorlatilag most az jutott eszembe, hogy ez az, amire azt mondhatjuk, hogy ha a produktumát a munkáinak nézzük, akkor ez az igazán az ön gyermeke, mert hogy tulajdonos és főszerkesztő is egyben 35. éve. Tehát ha most megnézzük a Demokratának mondjuk az eheti számát, tehát hogy 35 éve a vezércikk az mindig Bencsik András cikke. Ezek hogy születtek? Jobb nem belegondolni. Hogy hány darab született eddig? Rengeteg. Nem tudom. Ez az embernek az életformájába válik. A biológiai szükségszerűség, hogy hétfőn meg kell írnia. És mikor tudja, hogy mi lesz? Az utolsó pillanatig vár egyébként hát, a vezércikkel? Van úgy, hogy fogalmam nincs. Mint sok más újságíró a pályán, Bencsik András sem újságírónak tanult eredetileg. Diák évei alatt inkább a műszaki dolgok érdekelték, de mivel korán rájött arra, hogy a magyar ipar eléggé lemaradott még az iskolában tanultakkal szemben is, ezért otthagyta a fénytant és a sárga színű izzók világát. Az egyik előttem végzett évfolyamtársam már ott dolgozott az izzóban, és akkor már nátrium lámpákat, egy nagyon nagy fényerejű, kisebb fogyasztású lámpa. Ronda sárga fénye van, el is tűntek, hála jó Istennek, de akkor az egy nagy újdonság volt. Mondom neki, hogy te figyelj ide, a kerítésen, az izzó kerítésen égetik a nátrium lámpákat. Hát ez fantasztikus, már itt tartunk. Mi? Hol? Mi? Nem tudom. Már itt dolgozol egy éve, nem láttad? Nem. És az derült ki, hogy aludt, de nem csak ő, aludt az egész gyár. Valakik valahonnan talán éppen az amerikai, ja nem, akkor még nem voltak amerikai tulajdonosok. A jó ég tudja honnan, oda kerültek ezek a új típusú lámpák, és az én egyik ismerősöm, iskolatársam, aki arra hivatott, hogy fejlesz-e, nem tudott róla. Nem mondom, mert nem egy jó hely. A magyar iparban szerzett nem túl bíztató tapasztalatokkal a tarisznyájában András bevonult a seregbe, ami után egy katonai lapot kezdett szerkeszteni, pontosabban tervezni, és talán ez határozta meg a további pályafutását, emlékszik vissza. Nem érdekelt az írás, és lap oldalakat, hogy szép cím, szép kép, ezekkel foglalkoztam évekig. Aztán ez sem volt igazán jó, és akkor elkerültem a Gödöllői Egyetem diáklapjához. És ott beleszerettem az írásba, és akkor onnantól kezdve már nem volt kezdve. Az önkifejezés. Tehát, hogy az emberbe fortyog valami, és akkor az formába öntheti. És ez megjelenik nyomtatásban, látod a gondolataidat. Ez csodálatos élmény volt. Ez máig minden újságírónak megunhatatlan élmény. És talán ez az élmény hajtja ma is Bencsik Andrást, aki már nem tudná elképzelni másképp az életét, bár nem így képzelte el a mai világot, na meg a szakmát 40 évvel ezelőtt. Amikor belekeveredtem a politikai újságírásba, akkor tulajdonképpen az ösztönös igazságérdet az, ami hajt. Hát ha ez elég, akkor ez a válaszom. András szerint még egy közlekedési balesetet sem lehet objektíven közölni, nemhogy egy politikai hírt, mert mindenki másképp látja az igazságot. Inkább abba hiszek, hogy ha egy országban, mint például Magyarországon, több pórusú a sajtó, tehát mindenki elmondhatja a maga nézőpontjából, a közvetítheti az eseményt és kommentálhatja a dolgokat, akkor kirajzolódik az igazság, mert legyünk őszinték, mi magunk bár hiszünk abban, hogy az igazság nemesebbik része a mi oldalunkon van, mi ezt az ügyet jól szolgáljuk, de hagyjuk meg a lehetőséget, hogy tévedünk, és olyankor a másik oldal pedig lecsap a tévedéseinkre. Az újságíró sokszor nem tud minden politikust órákon át faggatni, mondja András, de a tényeket mégis közölni kell az emberekkel. Ez pedig sokszor nem egyszerű. Egyet tehetünk, hogy nagyon tisztességesen bevalljuk, hogy mi milyen értékrendet vallunk, és ennek szellemében közvetítjük azt, amit gondolunk.
Megérkeztünk Bencsik András otthonába, és én bevallom őszintén, valahogy így képzeltem el. Ez olyan melegséget áraszt, de ugyanakkor benne van a kultúránk, a tradíciónk, a régi hagyományaink. Gyakorlatilag nagyon nehezen tudok önre figyelni, mert folyton jár a szemem, hogy mit találok még ebben az otthonban, mert a gyönyörű régi tárgyak is, a múltunk emlékei is. Ez miért olyan fontos az életében? Hát nem is tudom. Sokféle ember van, aki a modern környezetet szereti nekünk, a feleségemmel. Ez a világ volt természetes, a szekrény az az ő öröksége. Ezeket a gerendákat, ezek újak, de valahogy úgy éreztük, hogy a fa, szóval olyan házunk legyen, amelyik olyan, hogyha bent vagy, akkor azért érzed jól magad, ha meg kimész a kertbe, akkor azért érzed jól magad. Szóval, hát ki a saját bőrére, testére, lelkiségére szabja az otthonát. Bencsik András telki otthonának minden porcikája a kultúrát és a tradíciót sugározza. A szép szeretetét szüleitől és a nagyszüleitől örökölte, mondja. Édesanyja Marton Magdolna grafikus művész volt, édesapja pedig Bencsik István szobrászművész. Inkább a nagyapámtól örököltem a tradíciót tisztelt, mégpedig ő nagyon szépen bánt a kerttel és a növényekkel, és én is rettetesen szeretem a kertet, szeretek a növényekkel foglalkozni. Még mielőtt azt hinnék, hogy Bencsik András egész életében a jobboldali keresztény értékek szerint élt és dolgozott, valamint ebben hitt, ez korán sincs, így mondja. Fiatal koromban, tehát 20 éves koromban, ahogy szokták mondani, hogy haverok, buli, fanta, engem sem érdekel semmi más. A lányok, a barátok, a sport, a szórakozás, és amiben az életcélomat illeti, én író akartam lenni, mégpedig valami olyasmi író, mint Csukás István. Mesejátékokat akartam. Én el is kezdtem, a Magyar Rádiónak írtam hangját, mesejáték hangjátékokat, be is mutatták, és borzasztó boldog volt, olyan aranyos dolog volt. Aztán írtam egy skifit, ami elég sikeres lett, és igazából igyekeztem nagyon távol tartani magam a politikától. Ez egész nem érdekelt. Jött a rendszerváltozás, elindult az első, mondjuk így mai szóval, jobboldali napilap, a Pesti Hírlap. Oda meghívtak főmunkatársnak, aztán úgy alakult egy éve később, hogy a lap főszerkesztője lettem. És a taxis blokkád az egy választóvonal volt. Tehát ott nem volt kecmec, ott egy barikád volt. Az egyik oldalon ezek voltak, a másik oldalon meg amazon. Ha még emlékeznek, közvetlenül a rendszerváltozás után 1990-ben megemelték az üzemanyagok árát 25 forinttal, amire a taxisok az egész országot gyakorlatilag megbénították. Az ösztönös igazság érzetünk, elég fiatalok voltunk a Pesti Lapnál, arra az oldalra lökött bennünket, amit ma úgy nevezünk, hogy jobboldali. És onnantól kezdve elkezdődött az úgynevezett médiaháború, és hát háborúban sajnos elhallgatnak a múzsák, úgyhogy mire észrevettem, politikai újságíró lett belőlem. És egy politikai újságírónak bizony sehol sincs könnyű dolga, mert ha nem vigyáz az ember, könnyen kisodródhat a pályáról, ahonnan viszont nincs visszaút. Sok mindent éltem, sokszor égettem meg magam, amíg végül is megtanultam a túlélési technikát, tehát azt, hogy nekem fél év múlva is folytatnom kell azt, amit csinálok. A markáns vélemények soha nem maradnak szó nélkül, mondja András, aki írásaiért, tévés szerepléseiért már kapott bőven hideget és meleget is. Utálom a kritikát, mindig is utáltam, soha nem fogom szeretni. Nagyon utálom, mármint amikor a negatív kritikát kapok, és úgy gondolom, nem is kell, hogy szeressem. Apámnak volt egy aranyos jelenet, apám szobrász volt, meghalt szegény, és fiatal művész volt, és anyámmal hát fiatal házasok, és küszködött egy szoborral. Nem volt igazán jó, és ő is érezte, hogy nem jó, és anyámat kérdezte, hogy hát, hogy mit gondolsz, hogy látod? És anyám tudta, hogy nem kéne rosszat mondani, de tényleg nem jól álltak a dolgok, és elkezdte nagyon óvatosan. Hát igen, hát talán lehetséges, nagyon, de lehet, hogy mégsem tökéletesen nagyon, és így úgy. Ezt csak az apám, elfogadta a pulyka méreg. Azt mondja,
ne szítjál engem, azt mondja. Én is tudom, hogy rossz szobrot csináltam, nem így mondta, úgy mondta. Én is tudom, hogy szar szobrot csináltam. Tudom, hogy nem jó. De miért mondod? Elég nekem így meg úgy, és anyámnak potyogtak a könnyei, megszeppett. Azt mondja, akkor mit csináljak? És mondja az apám. Dicséri, dicséri, dicséri. És ez úgy családi szállóige lett, hogy mindazok az emberek, akik kiteszik magukat a nyilvánosság ítéletének, és azt komolyan veszik, amit csinálnak, akár operaénekes, akár média szereplő, azok pontosan tudják, ha hibáztak, hogy hibáztak. És elviselik, ki így, ki úgy elviselik a negatív kritikát, de igazából ami fölemel, az a pozitív visszajelzés, a dicséret. Bencsik András többnyire telki házapadlás terében kialakított dolgozószobájában ír és alkot, mintha egy kisebb fajta hadtörténeti múzeumba csöppentünk volna, ez sem véletlen, tudtuk meg. Hány év alatt gyűjtötte itt össze ezeket, és mesélj egy kicsit róluk. 15 év alatt gyűjtöttem őket össze. Ez egy szovjet kozák saska, 39-ből. Ez egy cári tiszti, 89 cári tiszti kard. Ez két második világháborús japán kard. Ezek hogyan kerülnek? Ilyet hordtak a Petőfiék, ezt a kardot hordták, ezt meg is mutatom, ez egy kedvencem. Ugye. Hát ez gyalogos kard volt, kökötötte. Kicsit arrébb. Az az érdekessége, hogy nem tudom, a kamera mennyire látja, megmutatom, hogy nagyon szépen van díszítve. András órákig tud mesélni ezekről a kardokról, szabjákról. Imádja a régmúlt relikviáit, így ezt az öltözéket is. Nem árulunk zsákba macskát, nemrég hagyományőrző huszárnak avatták, amire nagyon büszke. A Miketsz Kálmán Bandériumnak vagyok a tagja, Tökölön van az egyesület, és ez egy császár huszár egyenruha, tiszti. Ezek nem viccből vannak, ezeket én kiérdemeltem, ilyen egyesületi kitüntetések, persze. Nagyon szeretem hordani, más érdés, hogyha az ember... Megmutatja nekünk, hogy néz ki? Megpróbálom, ha beleférek már, ugye, egy pulóverrel. Igen, hogy ne, nagyon szívesen. Soly, kösöntyű, fekete sáv és sűrű zsinórozás. Ezek a kellékek soha nem maradhatnak le a huszár egyenruháról. Mind-mind a katona életét védték. Volt még egy mente is, amit a vállára vetett egy zsinórral átkötve, és a mentének a zsinórozása pont a karjára esett. Tehát, hogy fogta a szárat, ezzel a kezével fogta, tartotta a lovat, ebbe a kezébe volt a kard, akkor, ha kapott egy csapást, a mente megvédte, a testét megvédte, a sisak, a csákó fémszállal volt erősítve, tehát egy fejre mért ütést is elég. Szóval egy védelmi funkciója is volt, védelmi tehát funkciója nem csak egyszerűen volt. Szép és díszes. A hírek írása, olvasása, a hagyományőrzés, na meg a kertészkedésen kívül van más hobbija is Andrásnak. Nagyon szeret például kirándulni és futni, ilyenkor télen pedig kedvenc sportjának hódol, a Nordic Walkingnak, amit most nekem is megmutatott. De mutassa meg nekem. Jó. A szakszerűen a... Hát lépegetünk, ez a titka, és ottal meg magunkat támogatjuk. Itt még nem egy nagy szám az utcán, ja, jó, de okay. Fölmegyünk a hegyre, ott rengeteget jelent. Tehát a hegyre sokkal gyorsabban föl lehet kapaszkodni bottal, mint bot nélkül. Mennyi időt szokott itt tölteni ezzel, vagy hogy... Van egy utam, itt ezzel az utcán végigmegyek, fölöttünk van egy szőlőhegy, azt megkerülöm, és utána vissza, ez egy olyan fél órás, háromnegyed órás intenzív gyaloglás reggel. Uh-huh. Nem heti. Minden reggel, sajnos, mert néha az ember lusta, de amikor lehet, megyek. A mi szakmánknak az a baja, hogy minél többet dolgozunk, annál többet ülünk. Igen. És azt a szervezet az évek vagy évtizedek után bizony megérti. Tehát a hasizmok elgyengülnek, a lábizmok elgyengülnek, a vázizmok elgyengülnek, és azt egyensúlyozni kell, amit úgy hívnak, hogy sport. Jó. Jó.
mozgás után jól jön egy kis harapnivaló. Amúgy is dél van, ezért András egyik kedvenc helyére megyünk. Ameddig hozzák az ebédet, mi más tehetnénk, beszélgetünk. Ha most összegeznénk gyakorlatilag az életében azokat a dolgokat, azokat a szervezéseket, ami az ön nevéhez kötődik, vagy ami pozitív lett, meg ami negatív, akkor arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen két dolog az mindenképpen a pozitívum számlájára írható, egyrészt a békemenet, a másik pedig az, hogy egy nagyon szegény sorban lévő asszonynak tudott segíteni a Demokrata, mint újság azzal, igen, hogy egy házat talált. A negatívum viszont a Magyar Gárda, ami szintén az ön nevéhez köthető, már ami a legelejét illeti. Ez egy fájdalmas élmény volt valóban. Ugye 2006. október 23-án Gyurcsány Ferenc miniszterelnök rendőre rárontottak a Fidesz tüntetésre hazatérő emberekre. Előtte volt egy őrületes őrjöngés Budapesten, ami egy máig egy sötét hátterű dolog. És ez olyan mértékben sokkolt sokunkat, hogy tehát ha az embernek a rendőrtől is félnie kell, akkor hogy védi meg magát? Hogy Vona Gábor, aki Orbán Viktor polgári körének volt a tagja, nagyon fontos. Tehát a Jobbik, amelyik előtte elég ellenséges attitűdöt vett föl, Vona, mikor átvette a párt vezetését, ő egy toleránsabb irány, és bennem egy erős bizalmat ébresztett, hogy persze romantikusak, fiatalok, kicsit rámenősebbek, mint a Fidesz, KDNP, de azért valahol ők is ezen a táborban vannak, és akkor vele elkezdtünk beszélgetni, bejárt a szerkesztőségbe, hogy valamit kéne csinálni, és így ebből a beszélgetésből forrad ki, hogy létre kéne hozni egy mozgalmat. Egyébként a feleségem adta a nevet, hogy mi legyen a neve, ő mondta, hogy legyen Magyar Gárda, mivel a Nemzeti Gárda az egy más kategória, és talán van is olyan. És szó-szót követett, fél év alatt alapítottunk egy egyesületet, ez mind az én szobámba született meg. Én teremtettem elő a pénzt, hogy az első 56 gárdistát beöltöztessük. Azok itt a András úti szerkesztőségbe öltözködtek föl, és egy busz vitte fel őket a budai várba, ahol az antifasiszták ott tomboltak a vár tövébe. Nagyszerűen sikert az avatás, ott volt Wittner Mária, Fürr Lajos. Tehát úgy nézett ki, hogy elképesztő média visszhang volt, minek következtében óriási siker lett. Interneten 50 ezeren jelentkeztek gárdistának, tehát úgy nézett ki, hogy megszületik egy csodálatos nemzeti mozgalom, ami egy ilyen patrióta, kicsit vagány, valami lesz. És eljött az ideje, hogy 500 gárdistát is föl kellene avatni, az a Hősök terén meg is történt. És ezt követőleg elindult a Jobbikban egy rágalom kampány ellenem, elmondtak róla mindenféle rondát, amit csak lehet. Aminek a csattanója az volt, hogy nagyon fájt nekem, és igazságtalannak éreztem, hogy bejött hozzám Vona Gábor, hogy a gárdisták az zavarja az én személyem, hogy lépjek ki az egyesületből. Ekkor már a Vona rávezényelte a gárdát a cigányok elleni masírozásra, amit messze menne. Amit annyira elutasítottunk először, hogy mind a 11 hangulak Vonával együtt megszavaztuk, hogy nem vehet a gárda ilyen berét. Másnap ott voltak. És mit gondol, bocsánat, mi volt az ön szerepe ebben? Tehát, hogy miért keresték meg akkor az elején, vagy miért indult el ez az egész? Mi volt a célja, vagy céljuk azzal, hogy önt találták? Az ő szemükben én voltam a hasznos hülye. Tehát nem volt se pénzük, se szervezőképességük, se nyilvánosságuk, de volt egy romantikus idióta, ez voltam én, aki lelkesen közreműködött, hogy szülessen a semmiből valami, a Magyar Gárda mozgalom, és miután megszületett, gyakorlatilag megszabadultak tőlem. De a békemenet is András fejéből pattant ki, amit viszont azóta sem bánt meg, mert jó emberekkel sikerült összejönnie, mondja. Gerinces emberekkel fogtunk össze, amikor azt elindítottuk, és ezért ez máig működik ez a dolog. Arra sokkal inkább büszke vagyok, az egy csoda. És nem is az a csoda, hogy amikor az elsőt megszültük, elindult, hogy ki hogyan rakta össze a mondatokat, hanem az a csoda, hogy így megindultak az emberek, 500 000. Hogy érezték, hogy baj van, és menni kell megvédeni Orbán Viktort, Magyarországot.
Jövő héten Hollik István kormányszóvivővel beszélgetek őszintén. Tartsanak akkor is velünk!